Adjon az Isten! Szinte soha nem szólt ilyen jól. Kedves benszülött testvéreim! Nem véletlen, hogy a gyarmattartóink egyik székháza előtt állunk. Az sem véletlen, hogy ti mind Magyarország katonái vagytok, nem bámészkodók. Ezen a tüntetésen, ezen a megmozduláson nincsenek bámészkodók. Aki itt van, az azért van itt, mert tudja, hogy csak ő tudja megváltani Magyarországot. Senki nem fogja ezt a helyben elvégezni. És ugyanazokkal alkudoznak ezek is, és a mostani kormányzat is, akikkel Kádárék alkudoztak. Ugyanaz az IMF jön ide rendet rakni, megmondani, hogy mennyi legyen a villanyszámlátok, megmondani, hogy mennyi fizetést vesznek el tőletek, mint akik 1982-ben itt voltak. Ugyanazokkal alkudoznak, még a módszerek és a gengszterek sem változtak meg, tehát teljesen. Azok, akik most kormányzati székben ülnek, a magyar hangjai, annak az IMF-nek, aki a kottát fújja, és ezt kell megszüntetni, ez ellen kell mindent megtenni. A bokros csomag és hasonló hitelek visszafizetésére kellett, mint amit most szeretnének felvenni és visszafizetni. Az a csomag, ami most készül Szél Kálmán terv néven, túltesz a bokros csomagon, túltesz mindenen, ami eddig volt. És ti azért vagytok Magyarország katonái, mert látjátok, hogy ez ellen tenni kell, és látjátok, hogy mit kell tenni ez ellen. És ezt mindannyian felismerjük, akkor nincsen egy sziklafal sem, ami megállna előttünk. A Szél Kálmán terv második kiírása. 240 ezer forintot jelent egy négyfős családnak. Minden áldott évben ez lesz a következőkben, ha így hagyjátok. Pénzügyi tranzakciós díjat akarnak veletek fizettetni, a készpénzfelvétel a csekkbefizetés után is dupla sarcként, amikor megkapom a fizetést akkor is, amikor elköltöm akkor is. A távközlési adó havi 20 ezer forintot fog jelenteni többletteherként családonként. Az útdíj 30 ezret. A gyógyszerkasszából 10 milliárdot vesznek ki, ez családonként az eddigi megszorításokkal együtt 50 ezer forint lesz éves szinten. Elvesznek tőletek mindent, mert hagytuk eddig, de ennek vége, és nem fogjuk hagyni, mert olyan helyzetben vagyunk, hogy a magyar betegeknek a 20%-a már nem képes kiváltani a gyógyszereit. Itt már nem arról van szó, hogy luxusutakra megyünk, vagy aktokat vásárolunk, ahogy ők szokták meg a hátunk mögött abban az épületben, hanem arról, hogy eszünk, ruházkodunk, vagy a gyermekre költünk. Ezért tarthatatlan a mostani helyzet. Munkahelyek nem jönnek létre, 1900-zal többen dolgoznak, mint a kormányváltás idején. De ha levonom belőle a közmunkásokat, akiket azóta állítottak munkába, látjuk, hogy Gyurcsányék időszakánál kevesebben dolgozhatnak Magyarországon. 150 ezer devizahiteles család nem képes törleszteni, folyamatosan feje fölött van a bárt, hogy az utcára kerül. A kormányzat eközben kilakoltatási kvótát határoz meg, kvóta alapján rugdossák az utcára az embereket. Havonta akár 1000 családot rúghatnak utcára. Nem segít rajtuk senki. Mégis azt mondom, hogy az, hogy ennyien itt vagytok, az, hogy felismertük, hogy mi fenyeget bennünket, ez mindenféle reményt megad a jövőre nézve. És amikor reményről beszélünk, látnunk kell, hogy példának okáért ír testvéreink mennyivel rosszabb helyzetben voltak nálunk. Kiirtották a népességük felét, elvették a nyelvüket, könyvekből kellett ezt újra megtanulniuk. Aztán megvívták a szabadságukat, és most meg fognak szabadulni a megszállóiktól, mert 6-8 gyerek születik egy katolikus ír családban, miközben a megszállók familiáiban nem. És itt van a kulcs. Vissza lehet venni az egész Kárpát-medencét. De nem azzal a kormányzattal, nem a gyarmattartóknak, az előszobáztatott szolgáival, akik jelen pillanatban a stafétabotot tartják. Mert ők állandó adókat vezetnek be az eddig átmenetiek helyett Brüsszel diktátumára, Brüssel pedig cserébe letesz a politikai követeléseiről, és fölveteti az újabb IMF hiteleket, az újabb megfizethetetlen hiteleket. Ugyanaz ismétlődhet meg, mint ami 2008-ban történt. Csak a gengszterek változtak, ezen a ponton elmondhatjuk. 2008. októberében ugyanis Magyarország válságkezelés címén 20 milliárd eurós kölcsönt vett fel az IMF-től és az EU-tól. Érdekes módon a meghatározó külföldi bankok, a Raiffeisen, a Citi, az Erste és a UniCredit azonnal közleményben üdvözölték a hitelfelvételt. Erre készülnek most is. Azért kell a megszorító csomag a nyakatokba, hogy legyen miből a külföld által kikényszerített hiteleket visszafizetni. Miközben nem segít a nincstelen, szegény embernek senki. Nem segít a nemzeti eszközkezelő a devizahiteleseknél, hiszen egyetlen embernek nem segített még. Nem segít az Ócsai menekült falu, az a gettó, amit ígértek, de még azt sem építették fel, hogy a legnehezebb sorokat beköltöztessék oda. A Jobbik és ti Magyarország katonái azért vagytok itt, mert tudjátok, hogy ennek véget kell vetni, rendszert kell váltani végre.
A Jobbik látja, hogy hol és merre kell mozdulni. A kilakoltatások ellen senki nem lépett fel, mi létrehoztunk egy otthonmentő segélycsapatot, ahol a szakértőink mindenkinek a házát, lakását megkísérelik megmenteni a pénzügyi megszállókkal szemben. Szociális bankszámlát követelünk és fogunk elérni reményeink szerint mindenki számára, akit arra kényszerítenek, hogy úgy vegyen igénybe banki szolgáltatásokat, hogy azt nem akarná és nem kellene megtennie, hiszen most már kötelező jelleggel odajön a pénzetek. Nem akarjuk, hogy ezt háromszorosan, négyszeresen megadóztassák, ingyenes bankolási lehetőséget szeretnénk mindenkinek. A devizahiteleket forintosítatni szeretnénk a felvételkor járfolyamon. Fizessenek a bankok, fizessenek a pénzügyi merénylők, ne ti fizessétek a luxusjaktok árát, ne ti fizessétek ki a terepjárókat, és amit lehet, vegyünk vissza az elrabolt javakból haladéktalanul. Mi jobbikosok veletek együtt egy közösségként látjuk, hogy merre kell mennünk, látjuk, hogy mit kell csinálnunk. Egészen odáig, hogy legyen büntetőjogi kategória az ősi jelképeink gyalázása. Támasszuk fel Magyarországot, ezt a mezőgazdasági országot, hogy magyar termékeket lehessen vásárolni, és ne legyünk európai élelmiszer szemét lerakója. Sokan mondják erre azt, hogy én kis ember vagyok, kicsi vagyok, úgyis a politikusok döntenek, 4 évente egyszer eljönnek közénk, kellenek nekik a szavazataink, amúgy semmit nem ér a szavunk. Ez nem így van, ez a legnagyobb hazugság, ennek ne dőljön be senki. Magyarország katonái ennek nem dőlhetnek be, mert nagyon jól tudhatja mindenki, hogy a nehéz fegyverzet ott van a zsebetekben. Azoknak is, akik nem építenek barikádot. Ti döntötök mindenről, hol vásároltok, mire költitek a pénzeteket. 2 hét alatt azt mondták, hogy rend lesz Magyarországon. Én azt mondom, hogy ti tudtok 2 hét alatt rendet tenni. Ha megszüntetitek a számláitokat azoknál a labanc bankoknál, akik a hamis csaló devizahiteleket ránk szabadították, azok a bankok 2 héten belül eltakarodnak Magyarországról. Hogyha bojkottáljátok azokat a multikat, és nem mentek oda vásárolni, akik csak kihasználják a magyar dolgozót, kicsinálják a magyar gazdát, és Magyarországról kiszivattyúzzák a pénzt, akkor 2 hét alatt be fognak dőlni ezek a multik is. Minden hatalom a kezetekben van. Ezt kell elhinni. És hogyha ezt egy nagy tömeg elhiszi Magyarországon, ha radikálisok tömege ezt elhiszi, akkor van kiút minden helyzetből, akkor nincsen, aki megálljon velünk szemben. A hosszú távú megoldás felé kizárólag a globális futószalagról való leválás vezet. Vissza kell térni a családba, harcossá kell válni, mindenféle önvédő praktika megtanulásával, ellenerőt kell tudni felmutatni azzal a globális futószalaggal, ami ránk kényszeríti a Szélkámán tervet, amely ide engedi az IMF-et, amely engedi az EU-nak, hogy elvigyen innen mindent, ami értékes, a fiataljainkkal együtt, mert most már azokat is akarják, ezzel szemben ellenerőt kell felmutatni. Brüsszelben, ebben a székházban és a másikban is attól rettegnek, hogy ti Magyarország katonáivá váltok, ti fel tudjátok mutatni ezt az ellenerőt, bojkottálni tudjátok a multikat, meg tudjátok szüntetni a bankszámlákat a csaló bankoknál, magyar termékeket tudtok vásárolni, és felnyílik a szemünk. Ettől rettegnek a legjobban, ez ellen tesznek meg mindent. Egy olyan világot szeretnénk mi jobbikosok elérni, ahol nem GDP-ben mérik az életet és a sikert, hanem abban, hogy hány gyerekünk születik meg, és egészséges lehet a családunk Magyarországon, mert ez a leglényegesebb. Tőletek, tőlünk, mindannyiunktól elvettek 20 esztendőt. Most már mondhatnám, hogy 22-t. A Jobbik, a Magyar Gárda, az Attila Király Népfőiskola és a mozgalmunk minden egyes tagja, Magyarország minden katonája azért van most itt, és azért lesz itt a következőkben is, hogy adják vissza nekünk ezt a 20 évet, vissza fogjuk venni azt, ami a miénk, mert nem adjuk, nem akartuk odaadni senkinek. Ebben kérem a segítségeteket, ezért gyertek velünk a másik székházhoz is, és ezért mutassuk meg, hogy Magyarország katonái ennyien vannak, és itt lesznek mindig a szükséges pillanatban. Köszönöm, hogy meghallgattatok.